Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a Mácskai Kultúrpalotába, és azonnal egy helyesbítéssel kezdenék. Nem kiállítás szeretnék megnyitni, hanem egy pár gondolatot megosztani önökkel ezen kiállítással kapcsolatban. A Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének vagyunk a kiállításán, és többen önök közül is elmondták, hogy jó, hát én nem vagyok nagy művész, én amatőr művész vagyok. Na ezt én úgy gondolom, aki ezt a kiállítást megnézi, talán picit meg fogja változtatni a véleményét. Amúgy is ez már egy túlhaladott állapot, hogy azt mondjuk, hogy amatőr vagy profi művész. Én inkább, és örülök neki, hogy Vas Zsuzsával egyetértésben, inkább az autodidakta kifejezést használnánk. Ugyanis, hogyha megnézzük az alkotásokat, akkor rájövünk egy nagyon fontos dologra, hogy három dolog található meg benne, hasonlóképpen, mint a profi képzőművészeknél. Az első, hogy az alkotásoknál novummal találkozunk, újdonságokkal találkozunk. Ugyanis az nem műalkotás, ami a nézőt valamivel nem lepi meg, amivel nem kapja meg, amivel nem tudja felhívni a figyelmét valamire. Na most tulajdonképpen itt az alkotások majdnem 100%-ában megtaláljuk ezt a novumot. Itt élünk, így látjuk a kiállításnak a címe, ami úgy gondolom, hogy nem csak magára a kiállításra vonatkozik, hanem vonatkozik arra is, hogy mi per pillanat most itt vagyunk, és látjuk a világot, de a kiállítás több, mint ami a címében van. Azért több, mint amivel a címében van, ugyanis ez egy adott pillanatot rögzít. A másik, ami nagyon fontos, és ennek személy szerint nagyon örülök, hogy olyan műalkotásokat látunk, amiben vélemények vannak. A mai világunkban talán ez az egyetlen dolog, amiről leszoktunk, hogy véleményt mondunk valamiről. Úgy általában szoktunk véleményt mondani, de itt konkrét vélemények vannak, és nagyon-nagyon fontosak. Egyrészt kimerik mondani a véleményüket, másrészt pedig az, hogy ezt művészi formában közölni is tudják velünk. A harmadik, ami egy ilyen érdekes ezen a gyűjteményes kiállításon, hogyha megnézik az eszközhasználatot. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben aztán igazándiból nagy különbség nincsen a profi és az úgynevezett autodidakta művészek között, sőt egyes eszközhasználat azt kell, hogy mondjam, meghaladja a jelenlegi trendeket. Az itt kiállító művészek alapvetően megtartották a művészi énjüket. Tudom, hogy furcsa hangzik ez a dolog, de gondolom ismeri Picasso-nak ezt a híres mondását, hogy minden ember művésznek született, csak később a környezet, a társadalom hosszasan tartó, kitartó munkával ezt kiveri belőlük. Na most az itt kiállító művészekből, hál' Istennek, ez nem sikerült kiverni. Ez egy nagyon nagy dolog. Megközelíthetjük ezt a kiállítást ebből a címből, fakadóan abból is, hogy akár hiszük, akár nem, ez egy nagyon fontos korlenyomat. Valami nagyon-nagyon gyorsan reagál a körülöttünk lévő világra, gondolok itt például a háború okozta soknak a megmintázására. Felmerül mindig az emberbe a kérdés, amikor egy gyűjteményes kiállításról van, hogy tulajdonképpen mi a közös ezekbe a munkákba. Hát most lehetne itt esztétizálni, meg lehetne nagy okosságokat mondani, hogy életöröm, meg egyéb ilyenek. Én most arra gondolok, amit Arisztotelész mondott ezzel kapcsolatban, hogy a művészet az nem azért van, hogy másolja a környezetét, hanem azért, hogy kijavítsa annak a hibáit. Ugye Arisztotelész a környezet kifejezést alkalmazta, a természetet, de hogy akkoriban a természet és a társadalom azonos kategóriát jelentettek. És hogyha végignézek ezeket a munkákat, akkor nagyon-nagyon sok javító szándékot látunk benne. Hál' Istennek, maradjon is ez így. Három típusú művészt tudunk itt megkülönböztetni a tárlaton. Ugye három nagy megjelenési formája van a képzőművészeti alkotásoknak. Az első az, aki üzenni akar. Éppen nagyon fontos üzenetet akar átküldeni. És a legfontosabb üzenet, ahogy itt a falakról, hogy lejön, illetve a kiállított tárgyakról is látható, hogy nagyon-nagyon profi módon az érzelmeken keresztül üzennek. És higgyék el, hogy ez nagyon nagy dolog a mai kortárs képzőművészetben, amikor trend a semlegesség. Itt nagyon komoly érzelmű üzenetek vannak.
A másik típusú művész, vagy alkotó, az tulajdonképpen az anyaggal küzd. Megpróbálja az anyagból kihozni a legtöbbet. És hogyha megnézik szintén itt az alkotásokat, nagyon sok hasonló technikával készült kép van, viszont mindegyik más és más anyag problémával foglalkozik. Sőt, olyan jól esett, amikor rendeztük Zsuzsával a kiállítást, hogy láttunk olyan alkotásokat, ami teljesen új anyagokkal foglalkozik, ami eddig szinte nem is jelen meg a képzőművészeti palettán. A harmadik típusú művész, ez pedig egy nagyon érdekes dolog, bármilyen furcsán is hangzik, önmagát alkotja, önmagát keresi, önmagát próbálja felépíteni. Tulajdonképpen, ha végignézünk itt egy képeken, látjuk, hogy itt egy folyamatnak vagyunk a részei. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert a mai elanyagiasodott, átpolitizált világunkban önmagunkat megkeresni, önmagunkat megtalálni, az még egy komoly kihívás. De hogyha hozzáteszünk, hogy ezt fel is vállalja egy művészi alkotás keretében, így már igazán csak fejet tudunk hajtani. Egy dolog tartja össze ezt a három típust, ami szintén nagyon pozitívnak tartom, és talán, hogyha lehet beszélni az autodidakta művészekről, ez a szinte az egyik legfontosabb, amit megélnek és megcsinálnak, hogy miközben ezeket az alkotásokat kigondolják, megalkotják, készíteszik, bemutatják nekünk, ez egy örömteli folyamat. És ne felejtsük el, abban a világban, amikor mindenért küzdünk, mindennél háborúzunk, tulajdonképpen nagyon kevés olyan dolog van az életünkben, amit örömmel csinálunk. És ezt úgy látom, hál' Istennek nagyon szépen lejön itt a falakról. Ami még összeköti az itt kiállító művészeket, ez a folyamatos fejlődés. És én ebben látom tulajdonképpen annak a hatalmas munkának az eredményét, amit Vas Zsuzsa és az Egyesület tagjai csinálnak. És ezt csak példaképpen, példaértékképpen tudom bárkinek is elmondani. És hogy a végén szintén csak egy híres ember, Marcel Duchamp idézetével fejezem be ezt a gondolatmenetet, azt mondta Duchamp, hogy művészet nélkül lehet élni. De minek? Nézzék így a kiállítást. Köszönöm a figyelmeket. Zöld erdőbe jártam, ibolyát gyomláltam, de gyomláltam. Gyomlálj, babám, verjen meg a teremtő, teremtő, te érted, halok meg, nem sokára elzár a temető. De erdőben, erdőben, a szép kerek erdőben, epreced a babám a rózsás kötényébe. Szedjed, babám, szedjed, szedjed, hogy el ne hervadjon, hogy a mi szerelmünk félbe ne maradjon. Nem zörög a levél, ha a szél nem fújja. Nem mondanám, babám, ha igaz nem volna. Titkos a szerelem, de félek a jó édesanyától. Jön a szombat este, elválunk egymástól. Tavasz, gyenge tavasz, kifüvet fát megújítasz, kifüvet fát megújítasz, erdőt mezőt beborítasz, csak engemet szomorítasz. A hótakás a rohaját, hogy nekünk
más tavaszunk jött. Kicsi bárány bügi sírült, s egy tilinkó szólásáról.